Január 1-ével alapvető jogszabályi változások és a katasztrófavédelem szerkezeti átalakítása is megtörtént, kezdte a főigazgató. Azt gondolom, hogy az idei esztendőben számos olyan jelentős változás, a jogszabályi szervezeti irányítási változás történt, amely önmagában is indokolja a tapasztalatoknak az áttekintését, hát hiszen elmúlt több mint 8 hónap az idei esztendőből. 2012. január 1-én lépett hatályba az új katasztrófavédelmi törvény, amelyik alapvető változásokat hozott létre. Bakondi György meghallgatta a katasztrófavédelmi szakemberek beszámolóit, és ugyancsak elmondták tapasztalataikat a rendőrség és a járási hivatalok vezetői is. Az új rendszer megfelel az elvárásoknak, mert a lakosság biztonságát szolgálja. Fontos változás az is, hogy a gyorsforgalmi utak és az autópályák fenntartása az állami közútkezelőhöz került át. Számos olyan kérdés van, ami már fölmerült, és ez a kormányasztalára került. Itt most a gyakorlati munkát végző vezetőkkel való konzultáció zajlott a védelmi igazgatás fontos szereplőiről. Mondjuk a közútkezelő ma már más jogi helyzetben van, mint mondjuk volt a tavasszal, tehát egy kézben van, manővereztethetők, mondjuk a hókotró és hómarógépek, nem különféle társaságokba. Időközben elértük, hogy a katasztrófavédelem irányító központjaiban látjuk a tévékamerákon keresztül az autópályát is, és minden más veszélyes helyszínt is. A főigazgató azt is hozzátette, szükség van a járások a rendőrség és a katasztrófavédelem közötti rádiórendszerek fejlesztésére, hogy árvíz vagy hóhelyzetben ne csak mobiltelefonos kapcsolat legyen a szervek között.